40 ezer látogatóra készülnek a nyíregyházi északi temetőben idén Minden Szentek ünnepe alatt. A hozzátartozók közül sokan már az elmúlt hetekben felkeresték a temetőt, hogy rendbe tegyék a sírokat. Sokan már a hét elején megvették a mécseseket és a virágokat Minden Szentekre. A krizantémokat a legtöbb helyen 300-350 forintos áron vásárolhatták meg a hozzátartozók. November 1-e előtt a legtöbben már napokkal korábban felkeresték a sírhelyeket. A temetőknek a működésében kiemelt jelentőségű a Minden Szentek, illetve a Halottak Napja ünnepe. Ilyenkor azok is megpróbálnak eljutni a temetőbe szeretteikhez, akik esetleg az év más időszakaiban ezt nem tehetik meg. Ez elsősorban a temetőknek a látogatottság növekedésében jelentkezik. Erre föl kell készülni mind a temetőnek, az üzemeltetőnek, és hát a látogatóktól is bizonyos magatartásbeli fegyelmezettséget igényel. Körülbelül 30-40 ezer főre számítunk a Minden Szentek ünnepe alatt. Ebbe beletartozik az is, hogy már a múlt hét végétől folyamatosan nő a látogatottság. Ez ki fog csúcsosodni a szombat, vasárnap, illetve a hétfő kedden. Most ugye egy hétvége van közvetlenül az ünnepek előtt, és remélhetőleg ez egy picikét szét fogja szórni, illetve mérsékelni fogja a temetőre eső terhelést. Ilyen tájékoztató cetlikre számíthatnak azok, akik 1991-ben váltottak sírhelyet a temetőben, nekik ugyanis idén jár le a 25 éves használati idő. Minden évben egyrészt jogszabályi kötelezettség, hogy értesítsük azokat a hozzátartozókat, rendelkezőket, akik a sírhelyet meg tudják váltani, újra tudják váltani, meg tudják hosszabbítani a sírhely béleti jogot. Másrészt pedig természetesen a rendelkezőnek gondoskodnia kell arról, hogy a felépítmény, a síremlék, a fejkő ne okozzon balesetveszélyt, biztonságos legyen. Ezeket az értesítéseket mi elhelyezzük a sírkövön, illetve hát vannak olyan esetek is, amikor a hozzátartozó rendelkező nem jut el a síremlékhez, őket értesítjük. Amennyiben közvetlen balesetveszélyt kell elhárítani, akkor természetesen ezt megtesszük, körülkerítjük a síremléket, lefordítjuk a fejkövet. Tehát minden olyat megteszünk, ami azt szolgálja, hogy ne történjen semmiféle baleset a temetőben. A nyíregyházi északi temető október 29-e és november 1-e között meghosszabbított nyitvatartással üzemel majd, és reggel 10 óráig lehet autóval behajtani a temető teljes területére, és legkésőbb 11 óráig kell elhagyni azt. Ez pedig vonatkozik a mozgáskorlátozott járművekre is. Vendégünk a stúdióban dr. Nagy Edita, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai tanára, és hát a téma a halál, a gyász, kicsit kapcsolódunk ugye a speciális mentők témájához is, de azt kell mondjam, hogy az emberek nagy többsége az nem úgy viszonyul a halál tényéhez, mint ahogy a speciális mentő egyesület tagjai, sőt, sokkal inkább távolítjuk magunktól, nem is szeretünk beszélni róla, és rengeteg szorongást élünk meg a halálfélelem miatt. Akár a saját halálunktól való félelemről van szó, akár a szeretteink elveszítésétől. Hogyan látja ezt? Ugye ez mind a kettő nagyon fontos kategória. Van is olyan életkori szakasz, amíg nem is nagyon gondolunk a saját halálunkra. Hát mindenkivel megtörténhet, csak velünk nem. Ugye fejlődés lélektanilag tudjuk, hogy nagyjából az életútnak a felén 45 és 50 év az, amikor életútfélkrízisnek is nevezzük azt a fejlődési szakaszunkat, amikor rádöbbenünk arra, hogy nem biztos, hogy még egyszer ugyanennyit fogunk élni, és nagyon sokszor rejtve itt először találkozunk a halálfélelemmel. Ugye nem ritka az, hogy az életútfélkrízisben gyorsan partnert váltanak az emberek. A 45-50 éves férfi vagy nő 20 éves vagy 25 éves partnerre cseréli addigi élettársát, házastársát, és nagyon sok esetben kimondatlanul a halálfélelem áll, emögött a gyors döntés mögött tulajdonképpen egy olyan krízis, egy olyan válság, ami azzal szembesít, hogy az életünk véges, és a fogyasztói társadalom pedig szeretné azt üzenni, hogy ezzel ne néz szembe. A másik, ugye pedig jelentős történet, azzal szembesülni, hogy akivel együtt élünk, akit szeretünk, az esetleg elhagy bennünket, elveszíthetjük, hiszen egy olyan narcisztikus világban élünk, ahol nagyon kevés a szeretetteljes kapcsolat, és az a nagyon kevés szeretetteljes kapcsolatból, ha egyet is elveszítünk,
óriási a hiányérzet, a belső üresség és ennek a fájdalma. És ne hagyjuk ki a gyerekeket sem, hiszen amikor a gyerekek kezdenek ráébredni, vagy először találkoznak a halál fogalmával, akkor bennük is nagyon könnyen kialakul egy szorongás, hogy mi lesz, ha az én szüleim, mert elveszítem, és rájön, hogy nem élünk örökké. Nagyon érdekes, hogy már kisgyermekkorban, óvodáskorban a gyereknek már van képe a halálról. Tudja az életet és a halált elkülöníteni. Még akkor is, hogyha az elején ez úgy történik, hogy alvás állapot, halálállapot, érdekes, hogy az ókori görög mitológiában ugye hipnosz, az alvás, és tanátosz, a halál, Isten ugye ikertestvérek voltak, és ugye visszatérve a gyermekkorhoz, nagyon gyakran egzisztenciális félelmek és szorongások jelennek már gyerekkorban, hogy mi lesz ő vele, hogy fog ő fölnevelkedni, ki lesz az ő gondviselője, hogy fogja ő megoldani azokat a feladatokat, amit eddig a szeretett személy megoldott, és ez sok esetben regressziót, visszaesést okoz a kisgyermekeknél. Tehát ez egy olyan állapot, amikor a gyermek visszaesik valamilyen addig elért cselekvés szintjéről egy korábbi, megelőző cselekvés szintre. Például az addig szobatiszta gyerek hirtelen inkontinenssé válik, vagy az addig már beszélő gyermek dadogni kezd, vagy más pszichoszomatikus tünetképzése lesz. Tehát ott is látható az érintődés, és különösen akkor, meg akkor is, hogyha például nem volt lehetősége a gyermeknek elbúcsúzni a szeretett személytől, például a rítus segítségével, a temetési szertartással. Azt gondolom, hogy az utóbbi évtizedek társadalmi kulturális változásai pontosan erősítik ezt a fajta szorongást az emberben azáltal, hogy távolítjuk, és az igazi érték most ebben a társadalomban a fiatalság, az egészség, a vidámság, az, hogy én mindig happy vagyok, és nincs semmi problémám. Ez abszolút növeli az emberekben azt a belső szorongást, ami azért mégiscsak ott van, mert hát a halállal egyszer majd szembe kell nézni. Pontosan, tehát a tagadás ténye önmagában következményként pszichoszomatikus betegségeket fog előidézni. Tehát élhetjük úgy az életünket, mintha a halál nem az élet részét jelenteni, de hát nagy árat fizetünk érte. És ez a nagy ár, ugye először a pszichoszomatikus tünetekben, majd a pszichoszomatikus betegségekben nyilvánul meg, aminek persze hát az lesz a következménye, hogy azért azokban még bele lehet halni. Tehát ez a távolítás, ez a carpe diem életmód, a time is money, a beautyzmus, ami most úgy elhangzott, ezeknek a megélése tulajdonképpen mind-mind menekülés, és egy hibás menekülés az élet valósága ellen. Mert hát ugye szoktuk mondani, Blassauer Béla biotikus mondja sokszor, hogy annak lesz jó halála, akinek jó élete is volt. Tehát a jó élet után következik a jó halál, és hát ebben benne van az az üzenet is, hogy lehet méltósággal meghalni. Lehet az átmenet olyan, ami elfogadható, és amiben tényleg ott van az, hogy emberhez méltó. Azt gondolom, 50-100 évvel ezelőtt egész másképp viszonyultak az emberek a halál tényéhez, hiszen teljesen természetes volt a több generációs családmodellben az, hogy otthon történt minden, otthon haltak meg az emberek családi körben, otthon ravatalozták, otthon siratták, otthon gyászolták, és valahogy a gyász feldolgozás folyamata egész másképp alakult, mint most. Olyannyira, hogy a falvakban ugye szokás volt a tizedik szomszédig gyászolni a meghalt egyént. Egy esztendeig ugye gyász esztendő volt. És ez mind-mind lehetőséget adott arra, hogy a gyász állapotában a veszteséget, a hiányt, a fájdalmat, a szorongást, ugye másképp gyászol a férfi, másképp a nő, meg tudja élni, másképp a gyerek. És ebben a közösség a rítusokkal segített. És ma nagyon hiányoznak ezek a rítusok. Ugye, hogy a rokonok összejöttek, volt virasztás, volt jelentősége a sirató énekeknek, volt jelentősége a megsiratásnak, magának a gyászmisére való felkészülésnek, és utána következett ugye
a temetés, a temetési szertartás. Tehát valójában egy olyan fokozata volt, rendje volt, szabályozott menete volt az elmúlásnak, az órát megállították például, a tükröt letakarták, meg volt előre a 60-70 éves kortól falun élő embernek kötelessége volt elkülöníteni a temetési ruháját. Megvoltak azok az értékek, amit át tudott adni, el tudott búcsúzni. És mint ahogy régen a prófétai korban, a megbocsátás, a megbocsátatás időszaka volt az, amikor valaki meghalni készült, és hát persze ez könnyektől és fájdalmoktól volt terhes, de mégis volt benne valami felszabadító, és volt benne valami olyan, hogy emberként mindent, amit lehetett, megtettem. Na most ez az, ami ma úgy gondolom, hogy nagyon hiányzik. Annyira, hogy nincs is időnk gyászolni. Nincs idő sírni, meg egyébként is mi erősek vagyunk, mi az élet megy tovább, és megyünk. Hogyan lehet a mai viszonyok között úgymond jól gyászolni, vagy eredményesen gyászolni? Hát, szembe kell azzal nézni, hogy az emberek nagy többsége a kórházban hal meg. Nagyon fontos, hogy legyenek kegyeleti szobák. Nagyon fontos, hogy kialakult egy hospice mozgalom. Fontosnak tartom továbbá, hogy legyen jelen a haldoklóval a hozzátartozó. Legyen arra lehetőség, hogy nyitottá tegyük azokat az osztályokat, ahol ezek meg a halál ténye megtörténik. Hogy ne legyen indokolatlan kezelés, hogy az emberi méltóság végig maradjon meg, és hogy legyen lehetőség spirituális segítségre. Lehessen kérni, ha család úgy akarja, és tudom például, hogy a Nyíregyházi megyei kórházban van erre lehetőség, lelki pásztor segítségét, betegek kenetét, gyónási lehetőséget. Még akkor is, hogyha már a beteg alig tud beszélni, de pontosan tudjuk, vagy láttam én magam is, több alkalommal, hogy régen intenzív osztályon dolgoztam, vagy a később évek folyamán a sebészeten, hogy már beszélni nem tudott, de motyogni még igen. Tehát a misének a szövegét, a zsoltárokat, a keresztvetést végig tudta követni a haldokló, és az egész szertartásnak a végén ugye ott volt a feloldozás. És ott volt a sok esetben a hozzátartozó és az összes többi beteg. Tehát ilyen kegyeleti szobákkal, hospice-szerű ellátással, én azt gondolom, hogyha van igény is, megfogalmazódik az igény a család részéről, mégiscsak segíthetjük a 21. században ezt a folyamatot. És az az érdekes, hogy bár nagyon nehéz a hozzátartozónak ezt végigcsinálni, mégis nagyon sokat segít a későbbi gyászfeldolgozásban, hogyha jelen volt és megadta neki azokat az utolsó szavakat, amiket még megadhatott. Dr. Nagy Edit, köszönöm, hogy ma itt volt velünk. Köszönöm szépen a lehetőséget.